Gazdag, színvonalas programokat kínál a nyár lezárásaként az idei ötös napok rendezvénysorozata. Három napon keresztül minden korosztályt és minden érdeklődési kört igyekszik kiszolgálni a Művelődési Ház rendezőgárdája, akik már hónapokkal korábban megkezdték a szervezést és a fellépők megkeresését. A mostani alkalom azért is különleges lesz, mert az utcabálon és a várva várt városi rally programján kívül a megújult ötös kápolna átadása is megtörténik. Még egy hónap is érkezik a város legnagyobb rendezvénye, rendezvény sorozata az ötvös napok. Ezúttal mivel csalogatják a helyieket, illetve a messzebbről ide látogatókat? Péntek este mondhatom a szokásos színház, és az Égiek is úgy akarják, akkor Koltai Róbertet is vendégül láthatjuk majd rendezőként, illetve az egyik főszereplőként. Egy zenés komédiát tervezünk erre a pénteki napra. Szentendréről az Ivancsics Ilona és színtársulata az, aki el fog hozzánk majd látogatni. A szombati nap az egy másfajta nap, egy nagyon szép eseménnyel fogjuk kezdeni, ugye az ötvös kápolnának az átadásával a délelőtt folyamán, és aztán majd a déli órákban fogjuk megnyitni ugye a szokásos koszorúzással, hiszen azért arról ne feledkezzünk meg, hogy miért vannak ezek az ötvös napok szeptember első hétvégéje. Utána pedig beindulnak a programok. Egy nagyon látványos középkori előadással fog kezdődni, mégpedig a Bordó Sárkányrend fog tartani egy órás műsort. Ez úgy tűnik, hogy gyerekeknek szól, de inkább felnőtteknek, illetve nagyobb gyerekeknek. Utána fog következni egy gyerekműsor, egy órás gyerekműsor. Az ilyen városnapokon helyet kell adni a helyi szereplőknek, és gondolok itt ugye a Zoricára és a Jorgoványi Rácz kórusra, ők is fel fognak majd lépni a délután folyamán. Amit már biztosan tudok mondani, hogy lesz egy nagyon jó retro Abba Sisters felállás, akkor el fog látogatni hozzánk Veres Mónika, őt Nika néven ismeri inkább a közönség. Legutoljára a nagy duettben Növényi Norbert párosban lehetett őket látni. Az este folyamán, ami már biztos, lesz egy élő nagy koncertünk, egy 90 perces nagy koncert, mégpedig Herzko Ági és a banda fog fellépni, de azok se csüggedjenek, akik bulizni szeretnének. A koncert után 9:30 tájékán lesz egy utcabál, amit egy ilyen retro utcabálként képzelünk el, ezt egy DJ fogja prezentálni, egyként meglepetéssel, de ezt nem szeretném még elárulni. Vasárnap a rallé a főszerep, pici, apró változtatásokkal, a lényeges autós elemeket megtartva, ismét érkezik hozzánk a helyi rallis közösség jóvoltából, sokak által már nagyon várt ötös napi rallé. Idén szeptember 4-én vasárnap egész napos rendezvényen megint várjuk Ercsi Apraja nagyját. A délelőtti órákban lenne a Dunaparton a veterán autók, motorok, versenyautók, és hát ugye hát a fő ugye az autós rendezvény része, ami körülbelül ilyen 13:30-kor fog kezdődni. A rally rendezvényt megelőzően mindenféleképpen megcsináljuk a felvonulást az elmúlt évekhez hasonlóan. Mindenki ugyanúgy részt fog rajta venni, a veterán autósok, motorosok, gyerekkvadosok, illetve a rally rendezvény résztvevői. És a nap záró pontja, az pedig most az egy látványos műrepülés lesz. A Veres Zoltán Európa bajnok műrepülő fog itt a Duna fölött egy ilyen negyedórás műrepülő bemutatót tartani. Tavaly ezzel párhuzamosan több gyerek és családi program is volt. Lesznek-e idén hasonlóak? A gyerek motorozás, illetve kvadozás nagyon nagy sikert aratott, sorállás volt rá egész nap, ezt idén is mindenféleképpen meg fogjuk rendezni, illetve a ugrálóvár ugyanígy fel lesz állítva, és ezeket délelőtt 9 órától este 6 óráig, fél hétig bárki ingyenesen igénybe veheti. Természetesen ezúttal is várja az érdeklődőket az Ízek utcája, de lesz népi játszóház gyermekeknek, sőt a hagyományőrző nap elemeit is átveszi majd a rendezvény. Az utolsó mozzanata a háromnapos sorozatnak az ötvös kórus fellépése lesz az Ercsi Nagyboldogasszony kegytemplomban. Összességében hány embert várnak, mert ugye az lényeges mérőszám?
Örülnénk neki, ha minél többen természetesen. Mindenféleképpen a délután, illetve a késő délután lesz az, amikor úgy gondolom, hogy az emberek jobban meg fognak indulni. Ugye ez függ az időtől is, hát remélem, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, mert azért mégiscsak egy szabadtéri rendezvényről van szó. Hát megbecsülni, megsatszolni nem tudom, de azért olyan 1000 fő az szerintem elvárható, hogy kilátogasson. A rendkedvéért a végére még mondjuk el azt is, hogy a fizetős előadásokra hol lehet megváltani a jegyeket. Egyedüli belépőjegyes az a színház lesz, ezt elővételben lehet majd a művelési házban megvenni, ezt kellő időben fogjuk majd reklámozni, illetve azt is el kell, hogy mondjam, hogy ugye most az Ercsi Híradó nem fog megjelenni augusztusban, viszont mindenkinek a postaládájába, aki ugye a híradót megkapja, a részletes programot meg fogja kapni az ötvös napra, és abban minden benne lesz, minden technikai információ.